Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. Debrecen gazdasági háttere stabil. A koronavírus járvány miatt kialakult válság ellenére a város egyensúlyban tartotta a költségvetést. Arra törekedtek, hogy segítsék a nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, amelyek összesen 22 milliárd forint támogatáshoz jutottak. Mennyire viselte meg Debrecen gazdaságát a járvány, hogyan tudott erre reagálni az önkormányzat, és mikor állhat vissza újra a járványt megelőző emelkedő pályára a város? Erről beszélgetünk Barcsa Lajos alpolgármesterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye tényleg ez az első kérdés, hogy mennyire viselte meg a várost a járvány, miben látszik ez, miben érzik leginkább azt, hogy itt volt ez a járvány, és bizony ennek gazdasági hatása is volt. Azt gondolom, hogy a különböző gazdasági szektorokat nem ugyanolyan mértékben érintette a járvány. Nyilván az önkormányzatot is érintette gazdaságilag, hiszen a önkormányzatnak a költségvetését nagyban befolyásolhatják a különböző vállalkozásainknál lévő gazdasági folyamatok. De én azt gondolom, hogy talán a nehezén túl vagyunk, nyilván továbbra is arra biztatok mindenkit, hogy oltakozzon, hiszen akkor leszünk túl minél hamarabb ezen a válságon, és annak esetében, amennyiben minél többen oltakozunk, akkor visszatérhet minden a normál kerékvágásba, és visszaülhetünk arra a gyorsos útra, amin a debreceni gazdaság haladt korábban. Miben lehet tényleg ezt ilyenkor mondjuk kimutatni, hogy milyen hatások vannak? Hogyha az önkormányzatnál maradunk, nyilván a költségvetést ez érintette, tudjuk, hogy a helyi iparűzési adóból azért 3,7 milliárd ugye kiesett, volt az a szolidaritási hozzájárulás, ami megint milliárdos nagyságrendű, ezt valahogy be kellett tömni, ezt a lyukat a költségvetésen. Igen, ugye ez még egy tervezési folyamat volt az év elején, ugye a költségvetési rendeletünket az év elején megalkottuk. Ez mindig egyfajta ilyen jóslás is, hiszen meg kell tervezni az adott évet, és egy önkormányzatnál azért nagyon sok dolgot kell figyelembe venni, így például a koronavírus járványnak a gazdasági hatásait, illetve azt a kormányzati intézkedést, amelyekkel ugye a kis- és középvállalkozóknak szeretne a kormányzat segíteni, azzal, hogy az iparűzési adó 1%-a vonatkozásában kedvezményt érvényesíthetnek. Azt látjuk, hogy szerintünk jó döntés volt a kormányzat ezen döntése, hiszen hogyha megnézzük az első negyedéves adóbefizetéseket, adóelőleg befizetéseket, akkor érdemes lehet ugye a tavalyi évvel összehasonlítani, pont mondjuk egy tavaly március 17-i adat rendelkezésünkre áll, ez még pont ugye a pandémia előtti időszak, ott 5,8 milliárd forint folyt be az önkormányzat kasszájába, míg idén ugyanez a szám több mint 6 milliárd forint. És hogyha még figyelembe vesszük azt is, hogy több mint 25 ezer vállalkozás élt a KKV-s 1% kedvezménnyel, ők közel 1,5 milliárd forint értékben érvényesítették ezt a kedvezményt, akkor azt lehet mondani, hogy idén már 7,5 milliárd forint érkezett volna be az önkormányzat költségvetésébe, bevételei közé. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy úgy át tudtuk vészelni ezt az időszakot egyenlőre, hogy egyrészt adtunk is a kis- és középvállalkozóknak, ugyanakkor pedig az önkormányzat gazdálkodása sem omlott össze. Nyilván itt az egész évre vonatkozólag kell majd ezt az 1%-os kedvezményt figyelembe venni, és akkor volt a tervezési szakaszban az a becslésünk, hogy körülbelül egy olyan 3,7 milliárd forint értékben fogják majd érvényesíteni a kis- és középvállalkozók ezt a kedvezményt. Azt azonban látni kell, hogy ugye nagyon jó állapotban érte a pandémia a debreceni gazdaságot, hiszen folyamatosan munkahelyek jöttek létre, gyakorlatilag már szinte nem volt munkanélküliség, és folyamatosan fejlesztésekről, bővítésekről tudtunk beszámolni mind a nagyvállalati, mind a kis- és középvállalkozói szektorban. Tehát jó állapotban érte a debreceni gazdaságot a válság, és talán pontosan emiatt kevésbé szenvedtük meg. Hangsúlyozom, nyilván volt olyan szektor azért, amelyet jobban érintett, hiszen a pandémia nem ugyanolyan mértékben érintette az egyes szektorokat. Igen, azt akartam mondani, hogy globálisan lehet azt mondani, hogy válságálló Debrecen gazdasága, de nyilván azért a turizmusban, meg a vendéglátásban dolgozók, az ottani vállalkozók ezt jóval inkább megérezték. Valahol sikerült ezt kompenzálni? Azért jött ki ez a mérleg? Tehát hogy alakulhatott ez így?
Igyekeztünk azért azokra a cégekre is fókuszálni, akiket nagyon jelentős mértékben érintett a válság. Korábban már kifejezetten önkormányzati döntésekkel, majd később egyfajta visszaigazolást is kaptunk, hiszen a kormányzat is hasonló intézkedéseket hozott, például a teraszok vagy üzletek bérleti díjai vonatkozásában. Ugye itt például a belvárosban nagyon sok olyan üzlet van, vendéglátóegység van például, amelyet a önkormányzatnak az ingatlan kezelő cége, a Civis Ház ZRT kezel, és mint bérbeadóként van jelen jogviszonyokban. Itt mi már tavaly hoztunk meg olyan döntéseket, hogy jelentős, akár 90%-os kedvezményeket adtunk a bérlőinknek, pontosan azért, hogy valahogy át tudják vészelni, különösen a vendéglátósok ezt az időszakot. Én személyesen ismerem többőjüket, több üzletvezetőt, és tudom jól, hogy ez nem volt egy könnyű időszak számukra, viszont nagyon becsülöm őket, hogy ki tudtak tartani, és talán már túl vagyunk a nehezén. Nyilván még fokozatosan, folyamatosan figyelni kell az előírásokra, de talán túl vagyunk a nehezén, ki tudtak nyitni. És ugyan ebből a megfontolásból ugye teraszokra vonatkozólag is adtunk kedvezményt, kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően. Itt is tudok például számarattal szolgálni, 156 terasz működött Debrecenben, akiknek nem kellett közterület használati díjat fizetni, és közülük 143-an már ki is nyitottak. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg egy nagyon kevesen nem vészelték át ezt az nehéz időszakot, és lehet, hogy ők is átvészelték, csak még nem nyitották ki a teraszt. És ugyanígy a Civis Ház ZRT számításaink szerint összesen 220 millió forint bérleti díjkedvezményt adott a bérlőinknek. Azt gondolom, hogy ennek a jelentős mértékben érintett szektornak ez egy hatalmas segítség volt. Erre vonatkozóan vannak esetleg kimutatásaik, hogy tényleg ezekkel a segítségekkel a ott lévő vállalkozások hány százaléka tudott életben maradni, vagy hány nem tudott így sem? Igen, erre gondoltam akkor, amikor, tehát hogyha megnézzük ugye a teraszokat, különösen a belvárosban vannak ugye vendéglátóegységek, ez egy nagyon jó arányszám, hogyha 156-ból 143 már túlélte, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó arány. És mondjuk a Civis Ház bérlői közül arra vonatkozóan? A Civis Ház bérlői közül jellemzően túl tudták élni. Itt tényleg megvizsgáltuk azt, hogy egyáltalán milyen tevékenységet végeztek a bérlők. Hogyha a kormányzati intézkedéseknek, egészségügyi követelményeknek megfelelően kormányzati intézkedések miatt egyáltalán nem tudtak végezni tevékenységet, akkor tényleg 90%-os kedvezményeket adtunk. Hogyha tudtak végezni tevékenységet csak részben, tehát például ki tudtak szállítani ételeket, akkor valamilyen bevételük azért mégiscsak volt, akkor ott 50% körüli kedvezményeket adtunk. És ez még nem volt minden, hiszen ugye az önkormányzati kedvezmények mellé még kormányzati segítségek is érkeztek. Összesen 3,9 milliárd forint munkahely megtartó támogatást kaptak a debreceni vállalkozások. Tehát ennyi pénzt kaptak azok a debreceni vállalkozások, akik vállalták, hogy cserébe nem küldenek el munkavállalókat, és innentől kezdve azt gondolom, hogy minden debreceni állampolgár érdeke az volt, hogy a debreceni vállalkozások túléljenek, hiszen a családhoz továbbra is érkeztek bevételek, megtartották a szülők a munkahelyeket, és ezáltal tovább tudott haladni az élet. Ha mondjuk visszatérünk Debrecen globális gazdasági képére és ezekre a számokra, amiket említett ugye az adóbevételeket illetően, akkor hogy lehet fogalmazni, hogy mondjuk közel azonos adóbevétel van az annak köszönhető, hogy vannak olyan ágazatok, amik viszont jobban teljesítettek akár a pandémia alatt is, ugye annak ellenére, hogy egyébként a vendéglátó és mondjuk a turisztikai szektor pedig nyilván gyengében teljesített. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy az a gazdaságfejlesztés, amelyet Debrecen visz, az egy diverzifikált portfóliót visz. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy ágazatra építünk, tehát például nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a BMW, viszont már a BMW előtt is nagyon fontos ágazatok jöttek létre Debrecenben.
Itt van például a gyógyszeripar. A gyógyszeripar nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban tudott nagyon komoly eredményeket elérni. A Richter például, amely Debrecen egyik oszlopos tagja a gyógyszeriparban, nagyon komoly eredményeket ért el, a védekezés szempontjából is fontos készítményeket készítettek. Látszik, az osztalékot is fizettek most a részvényeseknek, ugye tőzsdei cégről van szó. Tehát látszik az, hogy azért voltak olyan szektorok, amelyek pedig tudtak működni. Ugyanígy az autóipar is eltérő eredményeket mutat, hiszen ha bár például az európai eladások csökkentek, de például a kínai eladások nagyon nagy mértékben nőttek. Hogyha a globális piacon gondolkozunk, és bizonyos alkatrészeket azért itt gyártanak, akár Magyarországon, Debrecenben, akkor lehet, hogy azt a terméket nem itt Európában adták el éppenséggel, hanem valahol a Távol-Keleten. Tehát ugyanúgy nem álltak le a gyártások nagyon sok gyárban. És ugyanilyen volt a szolgáltató szektor, hiszen a szolgáltató szektorban ugyanúgy kellett szolgáltatásokat nyújtani. Például gondoljunk arra, hogy például a British Telecom konferencia szolgáltatásokat nyújt komoly ügyfeleknek. Hát a videokonferenciás beszélgetések száma szerintem exponenciálisan nőtt ebben az időszakban. Ők pontosan, hogy nyertesei ennek az időszaknak, és Debrecenben ezek a szektorok is jelen vannak, és ez azt jelenti, hogy a debreceni gazdaság stabil lábakon áll, és még egy ilyen egészségügyi válság sem fogja romba dönteni. Erre mondta azt, hogy válságálló a debreceni gazdaság? Abszolút, igen. Tehát így gondolom, hogy válságálló a debreceni gazdaság, és nem egyfajta olyan tevékenységre építjük a gazdaságunkat, amely, hogyha valamilyen válság áll be, akkor a debreceni önkormányzat gazdálkodása is nagyon nagy bajban van, hanem pontosan a debreceni gazdasági tevékenységekre építve az önkormányzat költségvetése és gazdasága is stabil lábakon áll. Azért van olyan része a debreceni gazdaságnak, most a vagyonkezelőre gondolok konkrétan, akik szintén csak súlyos bevételkiesést szenvedtek el, ha lehet így fogalmazni, hogy elég, ha arra gondolunk, hogy a parkolási díjak megszűntek, DKV-nak nem volt olyan forgalma, ott van ugye a szálloda, az Akvatikum, azzal mit lehetett kezdeni ezzel a helyzettel a holdingon belül? Ugye a vagyonkezelőnél körülbelül egy olyan több mint 3 milliárd forintos árbevétel kimaradást jelentett ugye a pandémia. Ez eredményben azért nem ilyen mértékben mutatkozott be, hiszen a vezérigazgatósággal, az igazgatósági tagokkal egy nagyon gyors döntéshozatali mechanizmus útján tudtunk dönteni, és meghozni azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek eredmény vonatkozásában nem jelentettek ekkora elmaradást. Még mindig pozitív eredménnyel zárta a debreceni vagyonkezelő ZRT a 2020-as évet, amelyet én egy óriási eredménynek tartok. És azt is nagyon nagy eredménynek tartom, hogy nyilván egy önkormányzat tulajdonában lévő vállalatnak a szociális érzékenysége magasabb kell, hogy legyen, mint egy privát, teljesen privát cégnek. És pontosan emiatt is tömeges elbocsátásokról nem beszélhetünk egyik tagvállalatunknál sem, még azoknál sem, ahogy gyakorlatilag bezártunk, hiszen nem lehetett például hoteleket üzemeltetni. Itt megtaláltuk azokat a tevékenységeket, amelyek kapcsán egyrészt lehet csökkenteni költségeket, másrészt pedig viszont azt a felszabaduló munkaerőt, amely ezeknél a cégeknél felszabadult, ott azokat más célra felhasználjuk, és köszönöm is a munkavállalóknak is ezt a rugalmasságot, hiszen a rugalmasságukért cserébe meg tudtuk tartani a munkahelyüket, és most, hogy talán majd a válság után újraindulhatunk, így eredeti munkakörükbe visszahelyezve tudnak dolgozni. Tehát például volt arra példa, hogy a DKV járatain akár akvatikumus kollégák számolták az utasokat, hiszen fontos az az információ, hogy hogyan alakulnak a különböző tömegközlekedési viszonylatokban a kihasználtságok a járatok kapcsán. Folyamatos inputot kaptunk ezáltal, és meg tudtunk hozni szintén nagyon gyorsan döntéseket, akár járatsűrítés vagy járatritkítások kapcsán. Igyekeztünk egyébként a gazdasági társaságokat ezzel is segíteni, hiszen
egyik oldalról volt olyan időszak, amikor nem voltak nyitva az óvodák, volt olyan időszak, amikor az iskolák nem voltak nyitva, de hát, mint ahogy említettem is korábban, az üzemek nagy része ugyanúgy működött, oda el kellett jutni valahogy, és aki eddig is a tömegközlekedést választotta, azt nem büntethettük azzal, hogy azért, mert az iskola nem működik, akkor nem fogjuk ugyanazokat a buszokat működtetni. Úgyhogy erre kifejezetten odafigyeltünk, hogy ezek a viszonylatok továbbra is működjenek, sőt én azt gondolom, hogy még a egészségük megőrzése szempontjából is tettünk intézkedéseket, hiszen például a jegyvásárlási lehetőségben újítottunk, ugye most pont a pandémia időszakában vezettük be azt a lehetőséget, hogy mobiltelefonon lehet immáron jegyet vásárolni. Egyébként tavaly óta több mint 40 ezeren választották ezt a lehetőséget, sőt idén január 1-től ugye már időalapon is lehet jegyet vásárolni, ez pedig 6500-an választották már ezt a lehetőséget. Tehát azt mondhatom, hogy a munkavállalókért is tettünk ilyen pozitív intézkedéseket. Hogyha mondjuk megnézzük tényleg, hogy vége van-e a járványnak gazdasági szempontból Debrecenben, miből lehet erre következtetni? Ugye azt szokták hangsúlyozni, hogy a KKV szektor az az alapja a debreceni gazdaságnak, nagyon fontos összetevője. Mondjuk lehet-e azt érzékelni, hogy a vállalkozási kedv, vállalkozói kedv kezd visszatérni? Milyen számban szűntek meg esetleg vállalkozások? Ahhoz képest hol tartunk most? A tavalyi évben 30.600 adózó volt a városban az első negyedéves adatok alapján, és nagyon érdekes, hogy nem csökkent a számuk, hanem nőtt. 31.900 adózó volt. Ez számomra azt jelenti, hogy a debreceni vállalkozói kedv az töretlen, bíznak a városban, bíznak a város gazdasági erejében, és bíznak a városban lévő emberek vásárló erejében is. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív üzenettel bír. Én azt gondolom, hogy ott vagyunk a rajtvonalon, a válság utáni rajtvonalon, és nagyon szépen felkészülten várjuk a válság utáni időszakot. Már csak annál is inkább, mert volumenében minden méretű cég részéről azt hallom, hogy fejleszteni szeretnének. Igaz ez a kis és középvállalkozói szektorról is, és igaz ez a nagyvállalati szektorból is. A kis és középvállalkozói szektornál, mint ahogy korábban is említettük, egy KKV parkkal szeretnénk majd segíteni ezeket az elképzeléseket, hiszen ők nekik egyre inkább szükséges, hogy legyen rendelkezésre álló terület, ahol egyáltalán ezeket az elképzeléseket megfizethető áron meg tudják valósítani. És hát azt ne felejtsük el, hogy a kis és középvállalkozói szektor az nagy mértékben adja a debreceni munkahelyeket, hiszen hiába jönnek létre több ezres létszáma a munkahelyek, még mindig a kis és középvállalkozói szektor adja a debreceni munkahelyek többségét. És ugyanakkor a nagyvállalati szektorban szintén tárgyalok vállalatvezetőkkel, debreceni vállalatvezetőkkel, és nem azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne itt leépíteni, hanem pontosan az ellenkezőjén gondolkodnak, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni az üzemüket, hogyan lehetne még további embereket felvenni, és még ezentúl folyamatban vannak befektetési tárgyalások is. A befektetési tárgyalások szempontjából pedig további befektetőket várunk majd az elkövetkezendő időszakban. Nem lustálkodtunk, hanem az ipari parkunkat továbbfejlesztettük. Már lefolytattuk azt a közbeszerzési eljárást, amely a déli ipari park egy további részének a feltárását jelenti, és további cégek jelenhetnek meg a déli ipari park északabbi területén, és hát folyamatban van egy még nagyobb csomagnak az előkészítése, amelynek tekintetében gyakorlatilag a teljes déli ipari parkot szeretnénk majd infrastruktúrával ellátni. Úgyhogy én optimista vagyok. Azt akartam mondani, hogy mosolyal a száján mondja mindezeket, akkor ezek szerint ez arra utalhat, hogy nincs itt nagy gond, mert a gazdaság az nem állt le, sőt, kezdünk visszatérni arra a felívelő pályára, ami jellemezte a várost a járványt megelőzően? Mindig hangsúlyozom, hogy tényleg szektorfüggő. Tehát én tudom azt, hogy például a vendéglátósoknak, a szálláshelyadóknak ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tehát félreértés ne essék, én tudom azt, hogy nekik nagyon kellett már ez az időszak, remélem most már az időjárás is majd segíti őket, hogy a teraszokon ott legyenek a vendégeik, és hogy végre bevételük keletkezzen, hiszen tényleg nekik ez nagyon nehéz időszak volt.
Ugyanakkor pedig valóban azt tudom mondani, hogy optimista vagyok, hiszen akár a befektetési tárgyalásokat nézem, akár az ipari park fejlesztéseinket, azt gondolom, hogy még tudunk majd további munkahelyeket hozni Debrecenbe, és nagyon fontos az is, hogy ugyanakkor azok a fejlesztések, amelyeket korábban bejelentettünk, ugye egy 100 millió eurós oktatásfejlesztési programot jelentettünk be az elmúlt években, ezek is folyamatosan haladnak, folyamatosan egyeztetünk a beruházási ügynökséggel, a szakképzési centrummal, illetve a Debreceni Egyetemmel is, hogy hogyan haladnak ezek a fejlesztések, és szerencsére ezek az intézmények, szervezetek sem aludtak el a pandémia alatt, hanem bizony ezekkel a fejlesztésekkel is foglalkoztak, hiszen nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy rendben van, de honnan lesz itt munkaerő, és ugye mi mindig azt mondjuk, hogy az iskolapadból, tehát ugye Debrecen egyébként is már egy iskolaváros volt, és még nagyobb iskolavárossá szeretnénk fejleszteni, tehát folyamatosan a kimenő diák létszámot szeretnénk növelni, illetve meggyőzni a debreceni diákokat, hogyha Debrecenben végeztek, akkor az itteni munkahelyeket válasszák mondjuk a budapestiekkel szemben, és akkor lesz elég munkaerő. Erre vonatkozóan van már egyébként adat, hogy ez mennyire működik így? Mert azt ugye tudjuk, hogy a szakképzési centrum például évről évre elmondja, hogy egyre több diákot iskoláz be. Tehát az iskolapadban ott vannak a diákok. De mondjuk a munkavállalók valóban innen kerülnek ki? A szakképzési centrumnál szerintem ez teljes mértékben jól működik. Tehát ott a debreceni munkaerőpiac felszívja a debreceni szakképzési centrumban végzett diákokat. Már csak azért is, mert nagyon jó duális képzéseket, illetve vállalati és oktatási együttműködéseket alakított ki a szakképzési centrum. Én azt gondolom, hogy nagyon jól van menedzselve a centrum. A Debreceni Egyetemen ott azt látni kell, hogy ott még pluszban kell magas hozzáadott értékű munkahelyeket hozzunk, hiszen azok, akik a Debreceni Egyetemen végeztek, vannak olyan szektorok, akik azonnal el tudnak helyezkedni Debrecenben, például a mérnökök után biztos, hogy kapkodnak a debreceni vállalatok. Viszont például, akik nyelveket beszélnek, már most van a szolgáltató szektorban ugye olyan debreceni szereplők, akik szívesen várják őket, viszont ahhoz, hogy versenyképes legyen Debrecen, akár Budapesttel szemben, nyilván majd egy picit a béreknek is növekednie kell, és ahhoz még több szereplőt kell ide vonzunk a szolgáltató szektorban. Ez az elkövetkezendő időszak feladata is kell, hogy legyen. Picit még térjünk vissza arra, amit korábban mondott itt a beruházási kedvvel kapcsolatban. Ugye említette, hogy tárgyal különböző cégekkel, de mégis mit lehet ezekről tudni? Tudom, hogy ezek szigorúan titkos dolgok, főleg amíg még tárgyalási szakaszban van. Milyen nagyságrendben lehet mondjuk az érkező cégekről beszélni, akár számukat, akár valóban azt említve, hogy még mondjuk egy BMW-hez összehasonlítva mégis mekkora cég érkezhet? Pontos számokat nem fogok tudni, mert valóban ezek a tárgyalások titkosak és bizalmasak, viszont fel kell készülnünk arra, hogy bizony további nagy befektetők fognak érkezni a városba. Nem véletlenül említettem azt, hogy a déli ipari park vonatkozásában egy nagy volumenű koncepciót állítottunk össze, hogy hogyan is szeretnénk fejleszteni tovább. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a BMW-hez is előbb-utóbb meg fognak érkezni a beszállítók, és ők is nyilván már ha másért nem logisztikai szempontból is elsősorban a városban szeretnének majd letelepedni. Számukra is ugye rendelkezésre áll az északnyugati gazdasági övezetben további területünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy illetve abbéli reményemet szeretném kifejezni, hogy nagy volumenű beruházásokat tudunk majd még bejelenteni az elkövetkezendő időszakban. Ez több száz új munkahelyet jelenthet, vagy több ezret akár, így fogalmazhatunk? Hogyha összességében összeadjuk ezeket a tárgyalásokat, amelyek perspektívikusak, akár több ezer munkahelyről is beszélhetünk. Ugye annak idején, amikor a déli ipari park fejlesztését elkezdtük, akkor ne felejtsük el, azt mondtuk, hogy az évtized végére több mint 10 000 dolgozhatnak ott. Ugye jelenleg már több mint 1 000 dolgoznak ott, de még a 10 000-hez képest azért még van lehetőség mind terület szempontjából, mind a munkavállaló létszám szempontjából. Úgyhogy a kollégákkal most nagyon sokat dolgozunk azon, illetve a polgármesteri vezetés, hogy ezek az ígéretek teljesüljenek az évtized végére. Mondhatunk akár olyat, hogy néhány éven belül kinövi a déli ipari parkot is a város?
Én már azzal nagyon elégedett lennék, hogyha a Déli-Ipari Park nagy részét az évtized végére azt lehetne mondani, hogy a megtelt táblát kitesszük. Na hát így legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, ez volt a Közügy mára, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!